Jó estét kívánok, kedves nézőink! 814. adásunkat látják. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét arra, hogy továbbra is folytatjuk Visszatekintő című sorozatunkat mai műsorunk után. Ebben a rovatunkban egy 15 évvel ezelőtti teljes műsort adunk közre. Mai műsorunkban elsőként arról adunk hírt, hogy július 20-án szombaton délután tartották meg a Roma napot Gyönkön. Következő összefoglalónkban ennek a napnak a főbb eseményeit adjuk közre. A plakátok 10. Roma napként jelezték a rendezvény, amelyet a rég várt eső az iskola tornatermébe számüzött, mert ha nem is erősen, de folyamatosan esegetett az eső. Az érkezőket jóféle halászlével és őszpörkölttel fogadták a házigazdák. A programot a Roma Nemzetiségi Önkormányzat nevében ifjabb Brandt László nyitotta meg, és megköszönte a rendezvényt támogatóknak a Roma nap megrendezéséhez adott támogatását. A résztvevők együtt hallgatták meg, és néhányan énekelték is a cigány himnuszt két nyelven. A közönség elé léptek a táncosok közül elsőként a sásdiak. A következő fellépők a Páriból érkezett Aranyeső együttes táncosai voltak. Szintén Tamási környékéről, Értényből érkeztek a következő fellépők. A soron következő bemutatkozók sokkal messzebbről, Devecserből érkeztek. Ők a Flare Beás hagyományőrző együttes színeiben álltak a nézők elé.
Martin Laurent volt az est sztárvendége, és szép számú közönséget is vonzott. Aztán, mivel már elárt az amúgy is sem túl erős esőzés, az iskola udvarán korábban felállított szabadtéri színpadra tért meg a rendezvény. Itt Brandt Róbert, az Országos Roma Önkormányzatba egyedüli tolnaiként frissen megválasztott, októbertől már jogosítványait is gyakorló képviselő szólt választóihoz. Mindenekelőtt megköszönte támogatásukat, és ígéretet tett arra, hogy volt gyönki lakosként kitüntetett figyelemmel lesz az itteniek tevékenysége iránt, és amiben tud, segíti a gyönkieket. A színpadon aztán a Kajdacsi Sukár Cserhaja csoport adott műsort, akiket már jól ismer és elismer a gyönki közönség. A színpadi produkciók után kerítettek sort a tombola sorsolásra. Az adományozók és a rendezvény támogatóinak jóvoltából több tucat tombolatár kisorsolása és átadása tartotta ébren a résztvevők figyelmét. Aztán szép sorjában gazdára lelt valamennyi kisorsolásra szánt tombolatárgy, lecsillapodtak a kedélyek, és ismét a zenéjé és a táncé lett a főszerep. A színpadról Jimmy és zenekara szolgáltatta a zenét a szórakozni vágyók számára hajnali egy óra utánig. Interjút kértünk Bíró Kornéliától, a Hegyhát Evangélikus Szeretett Szolgálat Lakner Aladár idősek otthona igazgatójától az intézményben jelenleg folyó korszerűsítési munkálatokról. Most ez az interjún következik. Az utóbbi időben meglehetősen kevés szó esett itt erről a szociális intézményről, ami mégiscsak a megye legnagyobb bentlakású szociális otthona, minthogyha megállt volna az élet a híradásaink alapján, de hát nem állt meg. Most is zajlik. Mi minden történik az intézményben?
Az intézményben az elmúlt évek során elég sok minden történt, amiről szeretnénk akkor hírt adni. Az elmúlt évünk tulajdonképpen egy energetikai beruházásról szólt, ugyanis az elmúlt évek tapasztalatai a gázár emelkedések és az egyéb energiaárak emelkedések kapcsán azok elég negatívak voltak, és arra jutottunk a fenntartóval együtt, hogy energetikai beruházásokat eszközölnek az intézményeikben, és erre a fenntartón belüli saját pályázatokon keresztül lehetett pénzhez jutni. Azt tudni kell, hogy az Evangélikus Egyház, mint fenntartó, tartalék alapot képez az intézményeinek a kiegészítő normatívájának a 10%-a terhére, és ezt a tartalék alapot akkor saját belső pályázat keretében az intézményeik meg tudják pályázni, és így azokhoz kerül ez a pénz, akinek a legnagyobb szüksége van rá. Az elmúlt évben úgy döntött a fenntartó, hogy csak energetikai pályázatokat fog támogatni pályázat szintjén. Erre mi be is adtuk akkor a pályázatunkat, és 60 milliót nyert ezáltal az intézményünk. 3 épületet céloztunk meg ezzel a pályázattal, az ED és F épületet. Ezeket az épületeket azért kellett megpályáznunk energetikai szempontból, mert nagyon magas belmagasságú épületek, nagyon régi épületek, és hát ezeknek a fűtése nagyon költséges volt az elmúlt időszakban, illetve a C épületnél pedig külső szigetelést csináltattunk a szakemberekkel, mert ott meg ugye a vékony falak miatt sok költsége volt a fűtésnek. Na most ez zajlott tavaly az egész éven keresztül, és decemberre értünk a végére, úgy, hogy februárban kezdtük. Hát ez a beruházás eléggé megterhelte azért itt a dolgozókat és a lakókat egyaránt. Ki is kellett költöztetnünk a lakókat abból az adott épületből, ahol éppen a beruházás folyt, ugyanis a beruházás keretében nem csak a belmagasságot csökkentettük, hanem akkor már teljes mértékben felújítottuk az épületeinket, tehát villanyvezetékeket cseréltünk, vízvezetékeket, ahol szükséges volt. A gázfűtés kiegészítettük hőszivattyús rendszerrel, tehát villanyfűtéssel, tehát most mind a két fűtés egymás mellett él. Ez azért jó, mert majd meglátjuk az energiaárak emelkedését, hogy mikor melyik az olcsóbb, és akkor azt tudjuk használni. Emellett még azért is jó ez a hőszivattyús rendszer, amiket beépítettünk, mert hűtésre is alkalmasak, és hát ugye azt látjuk, hogy az idei nyár is, de a tavaly és az előző években is az a tapasztalat, hogy egyre melegebbek a nyaraink, és hangsúlyt fektettek most már a környezet szempontjából a hűtésre is, nem csak a fűtésre, tehát el kell érjük azt, hogy a lakók olyan kellemes környezetben éljenek nyáron is, hogy ne csak fűtsünk télen rájuk, hanem nyáron pedig hűtenünk kell az épületeinket. Ezt most ezekkel a készülékeinkkel meg tudjuk tenni, és hát az elmúlt héten mentek is, tehát elég jó üzemelt gyakorlatilag az összes. A C épületnél ott pedig külső szigetelés történt, ott 15 centis hungarocell szigetelést tettünk meg, és nyilázárokat cseréltünk még a maradékokat, amik ugyan már hőszigeteltek voltak, de fa nyilázárok voltak, akkor itt is most már szép új műanyag nyilázárok vannak. Úgyhogy gyakorlatilag ennek a munkának a végére értünk decemberben. Az idei évünket pedig arra szántunk, és arra adtunk be pályázatot ugyanígy a fenntartó részére, hogy a tetőinket is rendben rakjuk, ugyanis mivel az ármennyezetet lehoztuk most, és hőszigetelt üveggyapottal láttuk el felülről, ha netán beázás történik ezekbe az épületekben, nem is fogjuk észrevenni, csak már akkor, hogyha mondjuk túl nagy mértékű ez a beázás, és mondjuk leszakad esetleg a plafon a víz súlyától, úgyhogy mindenképpen szükséges, hogy a tetőink rendben legyenek, ezért most erre adtunk be pályázatot, és a kis épületeinknek a tetőjét újra fogjuk cserepezni, újra fogjuk burkolni, úgyhogy ez most így folyamatában fog még ebbe az épületbe megtörténni. A hajdani községháza épületének a tetejét dolgoznak éppen most a munkások. Ez mikorra lesz kész? Hát reményeink szerint egy olyan 2 héten belül most már ez elkészül, ez elég régóta folyik, ebben a nagy melegben nyilván nem tudnak úgy dolgozni, ahogy a szükséges lenne, mert hát azért a déli órákban már nem lehet a tetőn dolgozni. Most, hogy egy kicsit hűvösebb az idő, remélem, hogy ezek a munkálatok már hamar be fognak fejeződni, ez 2 héten belül bízunk benne, hogy ez készen lesz, de hát akkor itt még nem árt meg az élet, akkor folytatjuk a többi épületeinkkel, tehát tovább fogjuk ezeket a pályázatainkat beadni, mert
mert akkor a mögötte lévő két épületet is ki kell javítanunk. Ugye ezek a palatetők, ezeknek most jött el az ideje a cserére, repednek folyamatosan, és hát beázások vannak. Ez az irodaépület, ahol most vagyunk, például ez volt az első, ahol meg kellett tegyük a tetőnek a cseréjét, mert például ez az iroda is folyamatosan beázott, és hát itt is felújítások voltak az előző években, tehát ez azért nem jó, hogyha a belső felújításunkat elrondítja egy ilyen beázásos folt a plafonon. A lakók oldaláról érkezette már valami visszajelzés, ami mondjuk komolyan vehető itt a hőgazdálkodással kapcsolatos beruházásról, tehát hogy hűteni is lehet immár. Igen, hát a visszajelzés még nem érkezett úgy különösebben, de hozzátartozok inkább azok, akik jelezték ezt a pozitívan, hogy nagyon tetszik ugye az épület. A lakókról azért nem, mert hogy ez a demens részleg tulajdonképpen, tehát ők ezt annyira nem... Ők inkább ennek a hátrányát szenvedték meg, amikor ki kellett költözniük, illetve most is a fejük fölött zajlik a hangos műveletek, és hát őket ezért ez zavarja, úgyhogy ők már várják a végét, igazából én azt gondolom, de pozitív visszajelzéseket azért kaptunk a hozzátartozók részéről, és hát a kellemes környezet, én azt gondolom, hogy azért ez most már természetes a mai világban, és ezt most már nekünk teljesítenünk kell, és mindent meg kell adnunk azért, hogy kényelmesen érezzék itt az ellátottaink, és hát a dolgozóink, mert a dolgozóink pedig ebben a környezetben dolgoznak. Tehát azért ez sem mellékes, hogy ők milyen tárgyi feltételek mellett, milyen klímával, hőmérséklet mellett kell, hogy végezzék a munkájukat télen is és nyáron is. Ha már a dolgozóknál tartunk, a dolgozói utánpótlás hogy működik? Működik-e egyáltalán? Hál' Istennek azt tudom mondani, hogy problémáink nincsenek az utánpótlással. Ezt úgy oldottuk meg az elmúlt év folyamán, hogy a szakképzetlen dolgozókat, akiket eddig a korábbi évek gyakorlatában OK és képzésben tudtuk részesíteni, az a rendszer ugye megszűnt. A tavalyi évben csatlakoztunk a Dombóvári Szakképzőiskolához egy duális képzés keretében, és duális képzésben a szakképzetlen dolgozókat képezzük. Ez a képzés úgy néz ki, hogy a gyakorlati és az elméleti képzést is itt kapják nálunk, a vizsgájuk majd Dombóváron lesz a szakképzőiskolában. Egy év ennek az időtartama, és egy év alatt szakképzett szociális ápoló és gondozók lesznek, ha sikerül a vizsgájuk, és ezáltal szakképzett kollégáink lesznek, és dolgozók itt az intézményben. Szakképzett dolgozót nagyon nehezen kapunk már, az a gyakorlat, hogy szakképzetlenként fölvesszük a dolgozót, és hogyha megállja a helyét, és ő is úgy gondolja, hogy szeretné magát képezni, és tetszik neki ez a munkakör, amit itt végeznie kell, akkor csatlakozunk továbbiakban ehhez a rendszerhez, a duális képzéshez, ehhez a szakképzőiskolához, és akkor így ki tudjuk őket képezni. Jelenleg úgy néz ki, hogy ők most augusztus 31-jel végezni fognak, akkor lesz egy hónapos felkészülési idejük a vizsgára, október elején fognak mind gyakorlati, mind elméleti vizsgát tenni. És a következő csoportunknak is megvan már a létszáma, tehát újabb 8 fővel tudunk képzést indítani most szeptembertől. Az intézményben milyen egyéb programok várják az itteni gondozottakat, és azt is, aki érdeklődik az intézmény működése során, mivel lehet tájékoztatni? Az intézményben nagyon változatos programokat tudunk nyújtani az ellátottaink részére. Van egy éves tervünk, ez mentén dolgozunk, ezt a terápiás munkatársak minden év januárban elkészítik, és hát igen, változatosak a programaink, az eszközállományunk is fejlesztettük az elmúlt évben, nagyon sok társasjátékot, fejlesztőjátékot vásároltunk, és hát a héten volt egy olyan programunk, amiből szeretnénk gyakorlatot csinálni a későbbiek folyamán, hogy szeretnénk a generációkat összehozni egymással, és a varsádi önkormányzat táborosai voltak itt nálunk, és hát az intézmény terápiás gondozásában részt vettek, a foglalkoztatásokon részt vettek, tehát társasjátékokkal, ügyességi játékokkal, az örömtáncon vettek részt, festettek, rajzoltak,
és zenés délutáni programon vettek részt együtt az időseinkkel, úgyhogy nagyon pozitív volt a visszajelzés mind a gyerekek, mind az idősek részéről, úgyhogy ezt nagyon szeretnénk folytatni. Egy időpontunk már van, a gyönki táborosok, a művelődési háznak a táborosai fognak jönni augusztus 15-én egy hasonló programra, és hát ezt arra gondoltunk, hogy ez jó lenne ebből rendszert csinálni a későbbiekben is, de hát erről akkor majd beszélni fogunk az egyes intézmény vezetőkkel, tehát akár óvodával, iskolával, ott dolgozókkal, hogy hogyan lehetne ezt ebből rendszert csinálni, és ezt megvalósítani, hogy ilyen közös programokat az időseknek és a gyerekeknek készíteni. Köszönöm szépen az interjút, és további jó munkát kívánok, és kellemes itt tartózkodást a gondozottaknak. Köszönöm szépen. Július 27-én szombaton tartotta Nemzetiségi Napját a Német Nemzetiségi Egyesület. A jelentős előkészületet is igénylő nap eseményeit és utóéletét foglaljuk össze a most következő összeállításunkban. Az Egyesület már jóval a szombati közgyűlés és Nemzetiségi Nap előtt megkezdte az előkészületeket a rendezvényre. Már előző napon, pénteken állt a színpad az udvar végében, és a segítők előkészítették azokat az alapanyagokat, amelyből e rendezvény napján a frissen főtt ebéd készül majd a fellépők számára. Aztán egy kis hájas tészta sütésbe is fogtak, mert manapság már alig néhány helyen foglalkoznak a háziasszonyok ennek a süteménynek az elkészítésével. Szóval kockázták a szalonnát, tisztították a hagymát a pörkölthöz, és persze jól elbeszélgettek egymással. Másnap, szombaton délelőtt 10 órakor már finom illatok terjengtek a levegőben, mert a fészerben egy ideje készült a fellépők ebédje, amiben csülök és lapocka főtt Hegyi József receptje és munkája nyomán. Aztán az Egyesület tagjai nekiláttak egyik legfontosabb feladatuk ellátásának, a közgyűlés megtartásának. Kemmler Imréné, az Egyesület elnöke, elmondta beszámolójában, hogy mit is csináltak az elmúlt évben. Tavaly 185 tagdíjfizető tagjuk volt, és több pályázatot adtak be működésük biztosítására és programjaik megvalósítására. Pályázataikon 2 millió forintnál is több pénz sikerült elnyerniük, így a folyamatos működésnek nem volt akadálya. Szép sorjában elmondta, hogy milyen programokat szerveztek az év folyamán, a tervezett dülőjárástól kezdve a sikeres mézes kalács kiállításon át a szilveszteri óév búcsúztatóig. Ezeket itt és most nem vesszük sorra, hiszen ezekről az egyesületi eseményekről annak idején beszámoltunk. Azt viszont megemlítjük, hogy nem kevés energiát és persze költséget is fordítottak arra, hogy közösségi házukat folyamatosan karban tartsák. Az Egyesület felügyelő bizottságának elnöke, Lerk Konrád elmondta, hogy az Egyesület az alapszabály szerint és törvényesen működik. Gazdaságilag is biztosítani tudták a folyamatos működésüket. Kiemelte azoknak a segítő és szorgalmas munkáját, akik másokkal összefogva végezték az Egyesület napi működtetésének legnagyobb részét. Az Egyesület tagsága nevében külön megköszönték a legtöbbet szorgoskodóknak, a Kemmler házaspárnak és Wolf Henriknek az elmúlt években végzett áldozatos munkájukat. Az Egyesület tagjai aztán délidőben már az étkező asztaloknál foglaltak helyet, ezúttal már a szabadban, az udvaron, és aki tehette, az árnyékos helyen. Idén csicsóból rendeltek ebédet, amelyek sültes tálakból és különféle köretekből álltak. Szemre is gusztusosak voltak. Az Egyesület erre az alkalomra még a saját disznóvágásának kolbászából és hurkáiból is sütött, mellé tepsis krumpli és párolt cukkini is volt a svéd asztalon. Mindenki kedve szerint falatozhatott belőlük, sőt, ha még akart, repetázhatott is. Amíg a közgyűlés tartott, az udvaron megkezdődött a vízenjáró henger telepítése.
A helyi önkéntes tűzoltók feltöltötték vízzel a medencét, és a tulajdonosok a hengert is kezdték felfújni. Hamarosan ez is elkészült, és azonnal akadt kipróbálója is. Az udvaron állt már a nasi büfé autója, aki tőlük szeretett volna bármit vásárolni kínálatukból, az megtehette. A nagy meleg miatt a jégkása és a csavart fagylalt volt érthetően a slágertermék. Időközben a fellépőknek szánt pörkölt elkészítéseje is végéhez közeledett. Zsongott az udvar, volt jövésmenés, de főleg az ebédelésen volt a hangsúly. Az ebédelő, aki éppen erre szomjazott volna ebben a hőségben, kortyolhatott Galántia János Jakab éppen tucatnyi, különös műgonddal előállított pálinkáiból, és az ebéd mellé a méltán elismert gyönkiborokból is, ám azt láttuk, hogy leginkább a hűtött vizeknek volt keletje. Ebéd után aztán folyamatosan érkeztek a délutáni hagyományőrzők, akiknek a fellépését mindig élénk érdeklődés kíséri, hiszen nem csak helyiek állnak ilyenkor színpadra. Az érkezők láthatták Trautmann Konrádné népi iparművész kiállítását a folyosón, és természetesen az épületben is az ő munkái fogadták már a közgyűlés résztvevőit is. Az árnyékban, a fák alatt pedig a gyerekek számára szolgáltak arcfestéssel és csillámtetoválással. A színpadra Domokosné Zsiga Mónika szólította a fellépő csoportokat, elsőként a helyi gyermektáncosokat. A helyieket a zombai nemzetiségi kórus követte. A Grünne Wiese tánccsoport természetesen idehaza is szívesen fellép.
Érdekes színfoltja volt a hímes házi harmonikások játéka a színpadon. A Tamásiból érkezett hagyományőrző kórus főleg Páriból hozta dalait, hiszen tagjai innen származtak. A Babarci Tánccsoport tagjai is kellemes perceket szereztek a közönségnek, szép viseletükkel és lendületes táncaikkal. A komlói Liederkranz kórus is autentikus német dalokkal szórakoztatta a közönséget. Itt mondjuk el, hogy valamennyi csoport legalább két műsorblokkot mutatott be, természetesen mi csak egy-egy kis műsorrészlettel dokumentáljuk most Gyönki fellépésüket.
Bár a hőség nem enyhült, az idő előre haladtával, de még nem volt vége a meleg helyzeteknek, ugyanis a műsorok után elkezdődött a tombola sorsolás. Jutott hát izgalom a végére is, hiszen értékes tárgyakat sorsoltak ki. A fődíj például egy mobil klímakészülék volt, ami ebben a melegben nagyon praktikus ajándék. A nap aztán zenés-táncos programmal fejeződött be, Pomázi Attila zenéjére. Aki még nem fáradt el nagyon, a hosszú nyúlt nap után táncra is perdülhetett. Ez csak egy dolog, semmi se fáj. Húr, várj, 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 nehogy bármit kitalálj. Ez csak egy dolog, félre ne és ne telefonálj. Húr, várj. Jó napot. Csütörtökön, augusztus 1-én aztán újra működési fokozatba kapcsoltak a közösségi házban. Egy olyan filmforgatásra készültek, amelynek eredményeképpen a hagyományos sváb ételeket jobban megismerheti a világ. A forgatás kivitelezői a kívánalmaknak és a kitűzött céloknak megfelelő tervezett végeredményről a következőket tudatják. Banyádról érkeztem, Szabó Anna Lili vagyok, és most jelenleg Gyönkön forgatunk az Eldium szervezésében megvalósuló gasztroprojekt keretében. Ez a projekt ez úgy épül fel, hogy az ország különböző megyeiben vannak fiatalok, akik ezért a gasztroprojektért felelősek, és minden megyében vagyunk körülbelül 3-4-en, akiknek nyárra az a feladata, hogy elmenjünk különböző városokba, falvakba, és levideózzuk az ottani sváb hagyományos ételeket, hogy hogyan készítették, illetve hogy ezeket majd később összevágjuk, és majd egy nagy gasztro projekt keretében az internetre is feltöltsük, és ezzel népszerűsítsük a sváb hagyományos ételeket. Az Egyesület erre a forgatásra egy levest készített, amely most reszelt tészta leves volt. Főételként pedig zsidóbattyú készült. A harmadik ételgyanánt hájas buktát sütöttek. Aki ismeri ezeket a hajdan gyakran készített ételeket, az látja, hogy húsmentesek, és a szegényebb sorsú falusiak étlapján ezért is szerepelhettek gyakran, alapanyagait pedig szinte minden háztartásban adottak voltak. Amire szükség van a készítésükhöz, liszt, tojás, só, paprika, hagyma és krumpli, no meg némi zsiradék, valamint a buktába való töltelék, ez esetben lekvár és mák. Reméljük, hogy az elkészítendő film, amely főleg az ifjúsági videó megosztó oldalakra kerül föl, népszerű lesz, és nagyanyáink ételeit déd és ükunokáik is készíteni fogják majd. Ismét csillagászati megfigyeléseivel jelentkezett Hatházi Gergely. Ne feledkezzünk meg az augusztusi csillaghullásról, ugyanis a Perszeidák meteorraljának maximuma 11-ére, 12-ére, 13-ára esik. Ekkor a legnagyobb esélye, hogy szabad szemmel, semmiféle felszerelés nem igénylő, gyönyörű égi látványban legyen részünk. Ennek a három napnak éjszakáján különösen érdemes kémlennünk az eget hulló csillagokra várva. A hold zavaró fénye sem jelent akadályt, de azért próbáljuk meg, ha lehetőségünk van rá, úgy helyezkedni akár saját udvarunkban, hogy az utcai lámpák se zavarják a látványt. Miszla irányában érdemes kémlelni az eget, de megjelenhetnek akár a fejünk felett is a hulló csillagok. Ilyenkor a Föld egy korábban elhaladt üstökös porszemcsékkel teleszemetett pályáját keresztezi, ezek az apró porszemcsék a Föld légkörébe érve a surlódás következtében felhevülnek,
majd elégnek. A por vagy kőzet szemcsék nagyságától függő fényességük a nagyobbak, a látványosabbak. Bemutató jelleggel küldött pár tavaly készített képet. Újfajta asztrofotós képet készített július 31-én éjjel a csillagos égboltról kamerája segítségével az úgynevezett csíkhúzós képet, amelyen a csillagok csíkot húznak a föld forgása következtében. Nagyon nyugodt éjszakában örökített meg 15 percet egy fényképen. Szépen kivehető földünk tengelyforgásának központja, az északi sarkcsillag a kép jobb oldalán, középtájon egy csillagszerű pont. Körülötte látható, hogy mennyit mozdulnak el a csillagok 15 perc alatt, miközben a Föld megközelítőleg 1674 km per óra sebességgel forog a tengelye körül. Ha nem lenne elég ez a szédítő sebesség, elmondjuk, hogy közben a nap körül is átlagban 107.000 km órás sebességgel száguldunk. A kép tetején elhúzódó enyhén világos sáv pedig a tejútrendszer hozzánk közelebbi spirálkarja. Július 25-e éjjelén pedig éppen fogyóban lévő holdunkat vette célba távcsöve segítségével. Nem igazán voltak megfelelőek a légköri viszonyok, ezért csak pár képet tart érdemesnek bemutatni, mert az ennél közelebbiek sajnos nem lettek igazán jók a légkör nyugtalansága miatt. Holdunk ekkor 365.236 kilométernyi távolságra volt a Földünktől. A Német Nemzetiségi Egyesület a Mikó Újfalusi Fúvózenekar fellépésével koncertestet szervez augusztus 9-én, péntek este 7 órától. A zenekar a Nagykürt 1995 elnevezést viseli, és Erdélyben számos helyen és fontos eseményeken is fellépett már. Viszonylag nagy létszámú együttesről van szó, hiszen jelenleg közel 40 tagjuk van. Mikó Újfalu község Erdélyben Sepsiszentgyörgy és Tusnádfürdő között félúton helyezkedik el. Most itt a lehetőségünk arra, hogy mi is láthassuk, hallhassuk őket. A zenekar műsora után táncház lesz a Grüne Wiese tánccsoporttal. A rendezvényre az Egyesület közösségi házánál kerül sor, a belépés ingyenes. Természetesen minden érdeklődött szeretettel várnak az erdélyi zenekar koncertjén és a táncházon is egy minden bizonnyal jó hangulatú rendezvény keretében. Kedves nézőink! Mai adásunk véget ért, de folytatjuk műsorunkat Visszatekintő című rovatunkkal. Ebben a rovatunkban egy 15 évvel ezelőtti teljes műsort láthatnak majd. Ezt a műsorunkat holnap, kedden, ugyanebben az időben és ugyanezen a csatornán megismételjük. Felhívjuk figyelmüket arra is, hogy utóbbi adásainkat, ha nem tudták megnézni a megszokott adásidőkben, visszamenőleg is megtekinthetik az önkormányzat honlapján vagy Facebook oldalán is. Új műsorra legközelebb augusztus 26-án, hétfőn este 7:30-kor jelentkezünk ismét a képernyőn. Kérem, tartsanak majd velünk akkor is. Mai adásunkat készítették Marcsa Dávid videografikus, Majné Klára narrátor és Lönhárt Ferenc szerkesztő operatőr. A nevünkben is megköszöni figyelmüket, további szép estét, jó tévézést kíván a mai adás műsorvezetője, Szilágyi Renáta. A viszontlátásra!